Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. És jön a Megbeszéljük Józsa Mártával, Szele Tamással, Bolgár Györggyel. Hát az első hír az egy brüsszeli, a második is az lesz, csak így mondom fenyegetésképpen. Német és francia szakértők dolgoztak ki egy reformcsomagot, amit a két ország kormányai nem vállaltak föl, hogy az övék lenne, de azért benyújtották megtárgyalásra, és hát ezen belül nem csak egy kisebb parlament lenne, hanem például olyan passzusok, hogy a jogsértések egy szintje után a kizárás az Unióból automatikus lenne, vagy a szavazat megvonáshoz elég lenne az Európai Tanács 4/5-ének a szavazata. Szóval nagyon keményen úgy tűnik ebből a tervezetből lépnek föl azokkal az országokkal szemben, amelyek az együttműködésre kevésbé hajlamosak, és inkább megosztják az Uniót, mint sem egységesítik. Hát ez a hír. Hát, ahogy én ezt átnéztem, ez egy négysebességes Európa volna, tehát lenne egy belső kör, ami a mostani Schengeni államoknak a magját tartalmazza, tehát egy maga Európa, amit már régóta emlegetnek. Lenne egy külső kör, ami még Schengeni államokat tartalmaz. Lenne egy harmadik kör, ami az Unióhoz tartozó államokat tartalmaz, melyek azonban már nem Schengeniek, például mint Románia. És lenne egy negyedik kör, ami az Unió perifériáját tartalmazza. Ehhez kapcsolódik Macronnak az a katonai szövetségi ötlete, ami egy ilyen uniós katonapolitikai szövetséget tételez fel. Ezen kívül volnának társult tagállamok, mint például Norvégia vagy Svájc. Szóval ez egy igen bonyolult rendszer, ami hát nem hiszem, hogy túlzottan életképes lenne. Nem tudom, hogy ez az egész tervezet, vagy amikről mostanában beszélnek, ennek van-e köze a közelgő, vagy már talán zajló Európai Uniós választási kampányokhoz, hiszen nyilvánvaló, hogy az elégedetlenség a, nevezzük így, mag-Európa államainak polgárai közében, körében elég nagy, és hát nyilvánvaló, hogy elég nagy az elégedetlenség ott is, ahol például, mint Románia vagy Bulgária nem tudtak még belépni a Schengeni zónába. Tehát a többsebességes Európa, most nevezzük kettőnek, vagy háromnak, vagy négynek, az amúgy is egy létező dolog, de feltehetően az, hogy ez hogyan fog alakulni, az majd akkor dől el, hogyha meg lesz majd az új választás, gondolom én. Fogalmam sincs, hogy mennyire van köze ennek a következő évi választáshoz. Nyilván ilyen szakértői anyagokat a választók nem olvasnak el semmit sem Hollandiában, és az egész ráadásul már évekkel korábban indult, tehát a választások még tudva levő volt, hogy mikor vannak, mert 5 évenként rendezik őket, de nem voltak közelben. Úgyhogy ez egy évek óta húzódó és egyre növekvő probléma, amikor egyre több külső problémával néz szembe az Európai Unió, így az ukrajnai háborúval, vagy az állandó migrációs, vagy menekült problémával, mert világos, hogy erre egyéni válaszok nem adhatók, hanem csak közösek. De ha a közös választ egyik, másik vagy harmadik ország meg tudja akadályozni, akkor az Unió tehetetlenné válik. Ezt így vagy úgy megpróbálják megkerülni, megpróbálnak kompromisszumokat kötni, mint az Oroszország elleni szankciók esetében, Ukrajna támogatása ügyében, de az is nyilvánvaló, hogy egyes országok élnek azzal a bizonyos vétójoggal, sokszor Magyarország, nem mindig tegyük hozzá, de sokszor Magyarország, amivel meg lehet akadályozni bizonyos közös elképzeléseket, vagy legalábbis azokat tompítani lehet, vagy valamilyen szempontból módosítani. Az, hogy van egy közös döntési kényszer, egy egyhangúsági kényszer nagyon fontos ügyekben, elvileg garantálja az országok függetlenségét, szuverenitását, hogy ne lehessen ellenükre meghozni bizonyos lépéseket. Tehát valamiféle garancia ez, nyilván ezért is volt benne, és ma is benne van az Unió alapszabályaiban. De miután az Unió, mint a világegyetem egyre tágul, na jó, éppen most a britek miatt nem tágul, de azért tágulóban van, és ez a szándék, ezért egyre világosabb, hogy nem lehet ezt a
ezt a fajta döntési rendszert sokáig fenntartani, vagy csak úgy, hogy az unió döntésképtelen lesz. Úgyhogy valószínűleg ennek vagy erre adott válasz kísérlet ez a reformterv. Az benne a fontos, hogy német és francia alapvető részvétellel készült, tehát a két legerősebb tagállam valószínűleg benne van, vagy legalábbis olyan szakértők vannak ott, akik közeli bejárással rendelkeznek az ottani politikai vezetéshez. Nem lehet ezt nyilván egyik évről a másikra megcsinálni, de hogy erre felé fog menni az unió, az biztos, és még az is bele van írva, és meg van lengetve, hogy akár az unióval szembe helyezkedő országokat valamilyen módon ki lehessen zárni, ami ma ugye nem megengedett, nem lehetséges. Szóval még Magyarországra is fenyegetést jelent. Múlt pénteken lejárt az Európai Bizottság engedélye, a tekintetben, hogy három ország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország leállítsa határainál a ukrán, hát nem csak gabona, hanem általában mezőgazdasági terményeket, amik lenyomták a árakat, és mind a három kormány azt mondta, hogy ez itt tönkreteszi a gazdákat. Ehhez hozzátartozik, hogy Raskó György szerint az árak amúgy is mennek lefelé, mert Európában mennek lefelé, tehát a magyar gazdák nem tudnak jól járni, de mindegy. Tehát ők azt, ez a három ország azt mondta, hogy fönntartaná a tiltás, de közben a lengyelek elkezdtek tárgyalni, de közben a szlovákok megegyeztek az ukránokkal. Magyar-ukrán tárgyalásokról nem tudunk. Hát igen, azt mondják egyébként, hogy gyakorlatilag nem sok gabona marad itt, meg élelmiszeripari termék, vagy elhanyagolható az, ami itt marad Ukrajnából. Egyrészt, mert több is nem felelnek meg a magyar szabványoknak, másrészt, mert itt is van elég, tehát igazából egy áthaladó dologról beszélünk. Engem leginkább az a része érdekel, hogy a szlovákok hogyan állapodtak meg, hogy miért, meg hogy nekik az szokott ilyenkor eszükbe jutni, hogy megállapodnak, és nem az, hogy verik a tamtamok. Az egy külön és szerintem drámai fejlemény, hogy a lengyelek és az ukránok most elkezdtek ezen a dolgon veszekedni, és a kölcsönös zsarolás van, hiszen az ukrajnai háború szempontjából azért az ukrán-lengyel barátság, meg együttműködés, ugye a lengyelek azzal fenyegetik az ukránokat, hogy nem adnak nekik a fegyverekből, mármint a lengyel gyártású fegyverekből, tehát ez a gabona, mint természetesen az élelmiszer és fegyver, tehát megint csak túlmutat saját magán, és alapvetően nem csak a magyarországi kormánynak az emberkedéséről szól ez, hanem arról is, hogy a háború kimenetele szempontjából legalábbis fontos volna valami fajta, hát egyességet kötni. Ez a lengyel ígéret azért egy kicsit bonyolultabb ennél. Én most egy órája olvastam a Medúzában, hogy hivatalos lengyel szervek adtak ki kommunikét, miszerint a lehető legrosszabbul fogalmaztunk, és a lehető legrosszabbul értelmezték. Tulajdonképpen ők csak a lengyel hadseregnek szánt fegyvereket nem kívánják odaadni Ukrajnának, de ha véletlenül bármi egyebet találnak a padláson, azt azért odaadják. Az egészen biztos, hogy ez a teljes gabonakérdés túlmutat magán a háborún, és egy háború utáni gazdasági berendezkedés kéne kialakítani. Annak ellenére, hogy még egyelőre nem nagyon lehet megjósolni, hogy ennek a háborúnak milyen végkimenete lesz. Ebben arra gondolsz, hogy a háborún túlmutató végkövetkeztetés, hogy amennyiben háborúnak vége van, Ukrajna belép az Unióba, akkor megint csak egy hatalmas és olcsó élelmiszer készlettel jelentkezik, igen. És ez igen. Gyuri? A lengyel bejelentés valóban drámaian hangzott, és azóta persze finomították maguk a lengyelek is, meg az elemzők, meg a helyzetet és Európát ismerők azért arra is fölhívták a figyelmet, hogy néhány hét múlva választások lesznek Lengyelországban, és az uralkodó párt, az Orbánnal szövetséges PiS nyilván meg akarja mutatni, hogy bármennyire segítjük is Ukrajnát, de azért a lengyel nemzeti érdek mindennél fontosabb, hajlandók vagyunk akár az ukránoknak is nemet mondani. Ez valószínűleg egy olyan téma, amivel sok embert meg lehet fogni, talán elsősorban azokat a vidéki szavazókat, akik vagy így, vagy úgy kötődnek a mezőgazdasághoz. Tudjuk, hogy Lengyelországban viszonylag sok kistermelő van, és az ottani mezőgazdaság az
talán nem alakult át úgy, mint mondjuk Magyarországon, ahol nagyon sok nagy gazdaság jött létre. Lengyelországban igyekeztek hagyományosabb módszereket és tulajdonviszonyokat fenntartani, tehát van egy jelentős szavazóréteg. Ez a szavazóréteg nem feltétlenül támogatja a PiS-t. Volt is, van is egy ilyen parasztpárt, most nem tudom, hogy így hívják-e, a lényeg, hogy parasztpárt, amelyiknek a támogatottsága, majd meglátjuk, hogy átviszi-e a küszöböt vagy sem, de nem mindegy valószínűleg a Jog és Igazságosság pártjának, hogy a parasztpártra szavazók kire adják a voksukat. Ha ők, vagy bennük látják azt az erőt, amelyik képes megvédeni a lengyel mezőgazdasági termelők érdekeit, hát akkor hozzájuk mennek a szavazatok. Úgyhogy szerintem elsősorban ebből a szemszögből kell nézni a dolgot, már csak azért is, mert nem Lengyelország Ukrajna fő hadiszállítója és ellátója. Lengyelország csak a földrajzi helyzetéből és a politikai alapállásából következően a fő útvonala az Ukrajnába menő nyugati fegyvereknek, és ezt nem éri semmiféle akadály, nem fogják megakadályozni, hogy az amerikai, vagy német, vagy svéd fegyverek eljussanak Ukrajnába. Úgyhogy a dolognak ez a része talán mégsem olyan drámai, mint ami ennek látszik. De van egy, valóban ennek is egy hosszabb távú hatása. Egyrészt az, hogy megmutatja, hogy az az Ukrajna mögött felsorakozott európai egység talán nem tartható fenn örökké, vagy legalábbis sok helyen repedezni fog. Hol ezért, hol azért, kinek ez az érdeke, kinek az, és látható, sajnos, hogy ez az ukrajnai ellentámadás, ami júniusban indult, és most már lassan szeptember vége lesz, nem érte el a kívánt eredményt. Nem értek hozzá, vannak katonai vélemények, amelyek szerint még nem kell ezt eltemetni, de az biztos, hogy egy átütő siker nem következett be, ezért aztán sok mindent újra kell gondolni, újra kell tervezni, főleg akkor, hogyha az Ukrajnát támogató országok közül is sokan úgy gondolják, hogy hát ez így mégsem azt az eredményt hozta meg, amit vártunk tőle. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarországnak, illetve a magyar kormánynak lesz igaz, hogy békét, de azonnal, mert emberek halnak meg, ezt a tényleg álságos, álszent dumát, amit folyton nyomnak, ez biztos, hogy nem így működik, de valamit másképp kell csinálnia a nyugatnak. Nagyon sokan egyébként azt mondták, hogy ideje ma ukrán elnöknek elgondolkodni a stílusán, ő ugyanis az ENSZ közgyűlésen felszólalva ostorozta egyébként Lengyelországot, a nevet nem mondtak ide, egészen dühött támadással, tehát hogy nem kéne összeveszni azzal az országgal, mondták ezek a egyébként külföldi és magyar szakértők is, amelyik a leginkább szerepet játszik a ukrán ellenállás támogatásában. Tehát, hogy itt valami stílusváltás is kellene az ukrán vezetésben, mondják. Hát feltétlenül, hogyha még inkább akkor, hogyha valamikor majd meglevő békére gondolnak, de hát az mondjuk tényleg nagyon-nagyon távol áll. Gondolom ennek a mostani hadjáratnak is az egyik feltétele az, hogy milyen lesz az időjárás, mármint a sikeresének vagy sikertelenségének, mert hogyha hosszú és meleg őszünk lesz, akkor tovább tudnak gondolom támadni ezek a csapatok, de ezt a Tamás biztos sokkal jobban tudja nálam. Szóval igen, tehát az, hogy ne erőből üzengessünk egymásnak, ha kampányban, ha Lengyelországban, ha nincs, mondjuk Szlovákiában is éppen folyik a választási kampány, de ott valahogy nem tették ezt a dolgot kampánytévává, mármint a gabona export tilalmának a feloldását. Úgyhogy hát ennyi. Hát a mai hírek azt mondják, hogy Lobotinyénél az ukrán páncélos erők, és fontos, hogy a páncélos erők, tehát nem egyszerűen bizonyos ukrán erők, áttörték a harmadik orosz védelmi vonalat, tehát már a Szulovikin vonal mögött járnak. De egy nagyon kis résen át. De éppen erről van szó, hogy nem egy komoly széles rést ütöttek a fronton, tehát itt még akármi is lehet ebből a támadásból. Lehet, hogy ki tudják szélesíteni, az is lehet, hogy nem. Minden esetre a háború első évének lelkesedése, amit mindkét oldalon indulatok tápláltak. Ukrán oldalon a jogos feláborodás,
és az agresszió elleni fellépés. Orosz oldalon a nacionalizmus, a különböző demagógiák, de mindenképpen ezek indulatoknak voltak köszönhetők. Nos, ez a lelkesedés már kezd elfogyni. Nem azt mondom, hogy mindkét oldalon, azt sem mondom, hogy egyenlő arányban. Az oroszok azért eredetileg sem voltak olyan rettentő lelkesek, de itt már nem lehet azzal az idealista lánggal nekirohanni a dolognak, hogy elsöpörjük a gonosz agresszort, és utána minden szép lesz, jó lesz, valamint mindenki 20 éves lesz, és felső középosztálybeli. És ingyen vodka jár. És ingyen vodka. Igen, ezt ne felejtsük ki. Hogy Zelenszkij lehetne diplomatikusabb, biztos, hogy lehetne, de azért azt mindenki valószínűleg érti a világban is, a tárgyaló partnerei is, hogy nem igen viselkedhet másképp. Szóval nem játszhatja el a distinguált úriembert még a New York-i ENSZ közgyűlés ülésszakon sem, mert egy háborúban álló megtámadott ország, amelyiknek mindenre és minden lehetséges eszközre, pénzre, fegyverre, támogatásra szüksége van. Ha tehát azt látja, hogy ez a támogatás megrendül, vagy megrendülni látszik bizonyos helyeken, méghozzá a legeltökéltebb támogatói körökben, akkor valószínűleg ennek megfelelően erős hangnemben kell kiállni az ukrán érdekek mellett. De nyilván nem Lengyelország a legfőbb kérdés itt, hanem az Egyesült Államok. És ott is az látszik, ebből a szempontból nem tudom, hogy a diplomatikus kérés vagy az erőteljes követelés a megfelelőbb módszer, de az Egyesült Államokban a jelenleg ellenzékben lévő republikánusoknak a szélső jobb oldala, a leg-Trump barátabb képviselők már kifejezetten a támogatások leállítását követelik, és igyekeznek megakadályozni az újabb amerikai fegyver- és pénzügyi segélyeket. És bár a republikánusok zöme még mindig ukrán barát, de már nem engedhetik meg maguknak azt, hogy szembeforduljanak ezzel a legtrumpistább szélsőséggel párton belül, tehát ők is elkezdték akadályozni Bident és Biden terveit. Úgyhogy nem tudom, hogy Zelenszkij hol és hogyan, milyen módszerrel mit fog tudni elérni, de azt megértem, hogy ha elkezdenek ráütni az ujjára, akkor elkezd kiabálni. Meg hogy a háborús fáradtság az egy olyan jelenség, ami már a politikában is érzékelhető, egyszerűen hozzászoktunk, és nincs már az a motivációs lendület, amiben a segítenénk neki. Na, mondjuk a szélső jobboldali trumpisták nem háborús fáradtságban szenvednek, hanem a Trump iránti feltétlen hódolatukban és elborultságukban. Hát valószínűleg ez a be nem jelentett kanadai út talán összefüggésben van ezzel, mert Kanada a támogatók között van természetesen, de ha az ukrán vezetés érzékeli azt, hogy az amerikai pénzekkel baj lesz, akkor nyilván megpróbál máshonnan többlet támogatásokat szerezni, de ezt csak én úgy képzelem. Policy Solutions kutatás, Európa jövő, a magyar érzelmek, érzések, nézetek az unióval szemben. Több és kicsi és bonyolult a kép tulajdonképpen. 72% maradna az unióban, dacárának, hogy évek óta csökken a támogatottság. 60% mondja azt, hogy teljesíteni kéne Brüsszel elvárásait, hogy jöjjön a pénz. De 60% mondja azt, hogy az unió rossz irányba tart, és hát ennek persze, hogy mi az oka, az nem részletezik. Minden esetre az euró támogatottság a kétharmados, itt a forint mélyrepülése idején. És hát megjegyzi a Policy Solutions kutató gárdája, hogy a unió támogatottsága még a mi hazánknál is magasabb, mint a koalíciós pártoknál, 2%-kal, tehát hibahatáron belül van. És hát nagy a tudatlanság, és 36% hiszi azt, hogy Magyarország nettó befizető. Ez egy nagyon gyakori babona, nagyon gyakori tévhit, nagyon elterjedt. Nem vagyunk azok egyáltalán, nem. Nettó haszonélvezők vagyunk egyelőre, és még egy jó darabig így is lesz. Az, hogy... Sőt, nem kicsit, nagyon. Nagyon. És minél rosszabb a helyzet, annál tovább. Igen. Az, hogy a különböző propagandaeszközök milyen hatást gyakorolnak a nagy közönségre, tagadhatatlan, hogy hatást gyakorolnak, az nagy mértékben függ attól,
hogy milyen radikális stílus elemeket vetnek be. Tehát adott esetben a kormány propagandája, ami azonosítja az Európai Uniót az LMBTQ elfogadásával, például valóban okoz komoly propagandisztikus károkat olyan vidékeken, ahol általánosan ennek az elítélése. És hasonlóképpen az anyagi dolgokkal is ugyanígy állunk. Mondjuk az a 60%, aki azt gondolja, hogy teljesíteni kell az Európai Unió elvárásait, azt én azért nagyon-nagyon kevésnek tartom. Tehát, hogy majdnem a fele azt gondolja, hogy benne vagyunk egy klubban, amelynek nem tartjuk be a szabályait. Jó, tudom, hogy ez egy sokkal bonyolultabb történet ennél. De mégiscsak azt várnál az ember, hogy valamit valamiért megtegyünk. Úgyhogy ez szerintem nagyon rossz, és az a nagyon rossz még, hogy azért lassan-lassan, de csúszik lefele, főként a kormánypártok híveinek a körében, és mondjuk valószínűleg a szélső jobboldali pártok híveinek a körében is azoknak az aránya, akik szeretnék az uniós bennmaradást. Igaz, hogy ez valóságos csoda, hogy a brüsszelezős plakátok, meg a mindenféle, meg a brüsszelezés maga ellenére még ilyen arányokat tudunk produkálni. Ezek szerint az emberek mégiscsak járnak külföldön, érzik a dolgokat, és talán még valamennyire tájékozódnak is, de az, hogy ez lassan megy lefele, ez azt is jelentheti, hogy azért dolgoznak rajta, és minden eszközük megvan, hogyha ezen akarnak dolgozni, már mint a hatalomnak, hogy lenne vigyék, és az meg már, ha eléri az ilyen 50% körülit, az már nagyon billegős történet, és akkor ugye a Brexitet se jósolt, nem még senki, hogy meg fogják szavazni, azt hello. Éppen ezért én nagyon fontosnak, meg szívlelendőnek, végiggondolandónak tartom azt, amit Orbán zárt körben, Esztergomban a Fidesz KDNP frakcióülésen mondott, nem ismerjük a pontos szöveget, csak a majdnem pontosat, mert ezt a Magyar Nemzetnek szivárogtatták ki, a miniszterelnöki honlapon nincs rajta, de ott még idézőjelbe tett mondatok is vannak, tehát pontos idézetek is. Úgyhogy senki nem cáfolta azóta sem. És a lényege ennek a beszédnek az volt, hogy totális harcot indítunk Európa, az Egyesült Államok jelenlegi kormánya és a Soros Birodalom ellen. De tényleg a szó legszorosabb értelmében Orbán nem csak politikai jelszavakat hangoztatott, hanem végigvette, hogy ezek az erők, ezek a birodalmak, ezek az országok, ezek az egységek, ezek mind a mi vesztünket akarják, a mi függetlenségünk és szuverenitásunk ellen esküdtek össze, tehát nekünk egy szabadságharcot kell folytatni, bár mi vagyunk Európa legszabadabb országa, tette hozzá, nyilván hatalmas sikert aratva, mert hallani is vélem azt a tapsviart, ami kitört. Szóval a lényeg az, hogy politikai, gazdasági, kulturális értelemben akarják a szuverenitásunkat elvenni tőlünk, és ezt nem hagyhatjuk, nem hagyjuk. Annyira nem hagyjuk, most nem érdemes talán részletekbe menni abból a szempontból, hogy milyen módon és milyen módszerekkel, milyen témákban akadályozzák a mi függetlenségünket. Például olyanokat állított, hogy meg akarják határozni, hogy kitől vegyünk energiahordozókat és milyen áron. Hát nyilván igen, mondta valaki, hogy ne vegyünk az oroszoktól? Ne vegyük drágábban, mint amennyiért megkapjuk egyébként Európában? Nem mondták, hát ha hülyék vagytok, vegyetek. De a lényeg az, hogy nem ez a igazán, ez csak a politikai része, bár elég alapos, mert nyilván a Fidesz és a médiája a következő napokban, hetekben, hónapokban, egész a jövő júniusi európai választásig erre a totális háborúra fogja felkészíteni a közvéleményt, a híveit, és azt fogja mondani, hogy itt az idő most vagy soha. Hogy aztán szabadulni akar-e az Európai Unióból vagy sem, azt nem tudom, talán még nem. De a totális háborúnak az első közvetlen és nagyon konkrét következménye az lesz, hogy megakadályozandó a külföldi beavatkozást, a külföldről érkező segítséget, például pártoknak, politikai szervezeteknek, civil szervezeteknek, média szervezeteknek, újságíróknak, erre vonatkozóan a frakció, vagy a kormány, vagy Kovács János független fideszes képviselő, nem tudom, befogadni egy törvényjavaslatot, mindegy, a kezébe adják, bármelyik adja is be,
és a lényeg az, hogy meg akarják akadályozni, hogy bárki akár az Európai Uniótól pénzt fogadhasson el. Márpedig tudjuk, hogy számos független médium szerkesztőség pályázik, pályázhat, miért ne pályázhatna, uniós támogatásra, uniós pénzekre. Ugyanez a helyzet a különböző jogvédő szervezetekkel. Uniós pénzekre pályáznak és kapnak is. Nem Sorostól kapják elsőrendűen a támogatást, hanem az Európai Uniótól, annak különböző szervezeteitől. Ha ezt megtiltják, akkor Magyarországon valószínűleg ezeknek a civil szervezeteknek is vége, és a független sajtó egy jelentős részének is. Úgyhogy ez tényleg egy függetlenségi harc, de mindenkinek a függetlenségi harca Orbánnal szemben. Ezt a szuverenitás csomagnak hívják, ugye, amit Kocsis Máté bejelentett. Így van. És azt is, hogy ezzel az alaptörvény és a BTK is módosul, tehát büntet lesz. Hát ez azért nagyon komoly problémát jelent, hogyha ezt a büntetőjogba akarják beemelni. Hát egyébként miért módosulna a BTK? Hát igen, nyilván. Megfigyelhető különben tavasz óta, hogy először a legtöbb független médiumot érték hihetetlen mértékű DDoS támadások, néhány nappal ezelőtt az én egyik munkahelyemet, a hupa.hu-t is. Azóta, most sem működik, most néztem meg. Igen, igen. Azóta is kényszer megoldásokkal próbáljuk közölni az írásainkat, kölcsönalapfelületen hasonlók. Ezek után egyáltalán ez már azt jelenti, hogy senkinek nincs biztonságban a sajtóvállalkozása, mert manapság print sajtót kiadni, és csak printet nem lehet. Manapság az online sajtót olvassák. Ezek után következett a Megafon rejtelmes támogatása hihetetlen összegekkel, amiknek még csak nem is sejtjük a nyomát. Érted? Persze, hogy sejtjük, csak nem tudjuk bizonyítani, úgyhogy inkább nem emlegetjük. Viszont Kocsis Máté elégedetten közölte, hogy egy biztos, hogy a Megafon külföldről nem kapott pénzt. Persze, tőlük kapta. Hát persze, ha valaki tudja, Kocsis Máté tudja. Na, és ezek után ütött be a szuverenitási törvény belengetése, ami valóban arra utal, hogy jövő tavaszig a teljes magyar sajtópiacot le akarják tarolni, felszántani, bevetni sóval. Csak az maradhat meg, ami az övék. Én igazán örülök, hogy ennyire félnek tőlünk. Egy picit így átkülön vissza... Nem, inkább a helyzettől, hiszen a... Hát persze, ezt akartam mondani, hogy a... helyzete romlik, a gazdaság drámai állapotban van, és hát a közvélemény is természetesen ezt érzékeli. Hogy az, hogy az Orbánnak ez a beszéde, amit Gyuri említett, az esztergomi beszéde az imént, és amely nem volt nyilvános, sőt, szigorúan titkos, de egy pár mondat, és a hangvétele, ugye ez a harci retorika, aki lett szivárogtatva a magyar nemzetnek, ez tulajdonképpen számomra, és főként a titkossága is esetleg arra utalhat, hogy azért a Fideszben is érzik azt a gazdasági romlást, amiről most te beszélni akarsz, és elképzelhető, hogy ez a harci retorikával ezt akarják elfedni. Tehát ha a gazdaság stabilabb állapotban lenne, és jobban bíznának önmagukban is, pontos, jobban bíznának abban a gazdaságpolitikában, amiben már most hatalmas viták vannak, akkor lehet, hogy nem volna szükség ezekre az eszközökre. De másrészt meg az is igaz, hogy a dolgok logikájából fakadóan, hogyha egyszer elkezdték a független sajtó eltiprását, akkor azt nem fogják egyszer csak habbagyni, hogy na most már félig el van tiporban, most már rendben lesz, hanem akkor tényleg sóval fogják behinteni. Amár a Megafont említettétek, itt 8 milliárd forintról van szó, ugye, ami az elmúlt években a Megafonhoz jutott, a forrás nem ismeretes, hát nyilván többszörös áttéttel jött, de itt van még a CÖF, amely más, egyébként átlátható pénzek mellett, tehát mondjuk a szerencsejátéktől érkező pénzek mellett, itt sem világos 2 milliárd forintnak a forrás vidéke. Ezzel a üggyel kapcsolatban írja a média a 99 mozgalom ügyét, ugye évek múltán az OTP feljelentést tett a mozgalom ellen, amely egyébként Karácsony Gergely támogató mozgalom, hogy tudnék van itt 526 millió forint, ami hát egyszerűen ezt így nem lehetett volna begyűjtő dobozokból megszerezni, írják, mert 3800 bankjegy nem préselhető be egy ládába, más pedig ez a pénzmennyiség így jönne csak újra. Meg hogy vadi újak voltak, az volt még benne. Vadi újak a bankjegyek, és egymás után is sorszámúak.
valamint, hogy a befizetés, tehát a befizetett, a OTP számlára befizetett pénz megegyezik azzal a pénzzel, amit kifizetnek erről a számláról a mozgalom egyik üzleti partnerének. Erre különösebb magyarázat nem érkezett a főpolgármestertől, tehát ez is egy most ilyen tárgyalva van. Egyébként rejtélyes módon a Magyar Nemzet dobta föl, és az OTP úgy érezte, hogy akkor neki is meg kell szólalnia. Minden esetre ezeknek a pénzeknek az ügyében mind a kettőben voltak éppen beszéltünk Ligeti Miklóssal, a Transparency International magyarországi jogi igazgatójával valamelyik esti gyorsban, és ő azért azt mondja, hogy a párfinanszírozás problémáinak nincsen színe, már úgy az ezzel kapcsolatban felmerülő problémáknak, és hogy a korrupció ezt nyilvánvalóan átszőtte ezt az egész szisztémát. Nyilván minél nagyobb egy párt, és minél nagyobbak az erőforrásai, annál többet tud gátlástalanul valahova belenyomni. Mondom ezt anélkül, hogy rá akarnám tolni Karácsonyikra. Nyilvánvaló, hogy ezt a nyulat a kalapból, ezt nem véletlen húzták ki 3 év után, tehát akkor kellett volna akkor esetleg az OTP-nek problémáznia. Másfél év. Másfél? Hát nem volt olyan régen ez a választás, sajnos. Tényleg. Miért kívánod, hogy újabb Fidesz győzelmet siettetni? Ja, mondta is Kocsis Máté a Népszava munkatársának a sajtótájékoztatóján, hogy miért ilyen agresszív, miért személyeskedik, ez a baj az ellenzéki újságírással, ha ilyen agresszívak, ezért van az a többszöri kétharmad, amit megnyertünk. Hát így van, én is azt mondom, hogy vége 100% lesz. Egyébként esküszöm, hogy 100 évnek tűnik az a másfél tényleg. Kájl Csaba is ezt mondta egyébként az Index újságírójának, tehát az Index újságírójának, hogy maguk újságírók nem szeretik a pozitív híreket. Folyton csak a negatívumokra akarnak rákérdezni. Hát, na jó, de good news, no news, tehát azt mégse lehet megírni vezetőanyagnak, hogy mit tudom én... Kinyílt a pitypang, igen, például. Különben pedig a bankjegyek sorszámát én annyira nem reklamálnám, ugyanis, hogyha nem lett volna rajtuk sorszám, az nagyobb baj lenne, akkor hamis a koronának. Hát igen, lehet az egymás utáni sorszámok azért mégis. Mindegy, hát ehhez a technikai részhez nem értünk, vagy én legalábbis nem értek, de ahhoz feltételezem valamennyit mégis csak értek, hogyha ezt befizették valamikor másfél, egy és háromnegyed évvel ezelőtt, nem tudom mikor jöttek a pénzek, de nyilván a választási kampány alatt, a választások előtt, akkor ha valami gyanús, akkor az OTP-nek ezt azonnal jelentenie kell. Hát, ha valaki beállít 19 alkalommal 20-25-30 millió forinttal, pontosabban nem is forinttal, hanem euróval, dollárral, hát akkor nyilván nem a most kezdő gyakornokot ültetik oda, hogy vedd át, öcsi, itt van valaki egy csomó pénzzel, aztán rakd be szépen a széfbe, hanem az, aki oda kerül, azt mondja, hogy hát akkor nézzük is meg, hogy micsoda, milyen jogcímen is, ön kicsoda, mennyi pénzről is van szó? Igen, euróban. Na hát, és hát akkor itt vannak a nyilatkozatok, mit kell kitölteni, majd jelenti legalább a fiúk vezetőnek, hogy kérem szépen, itt megjelent egy úr, azt mondja, hogy ilyen mozgalomtól van, befizetett nekünk 100 000 eurót. Jól van. Eltelik 2 hét, megjelent megint az az úr, megint hozott 120 000 eurót. Jól van. És ez így megy, és senkinek semmi nem tűnik föl. Ilyen nincs. Hogy másfél év után föltűnik, gondolom, lehet, szóval én biztos vagyok benne, hogy az OTP-nek föltűnt, az OTP fiók vezetőjének is föltűnt, biztos, hogy jelentette az OTP vezetésének is, szerintem azok jelentették az illetékes, akár belügyi szerveknek, hogy hát lehet, hogy itt valami pénzmosás van, a dolog minden esetre gyanús vagy nem szokásos, és lehet, hogy azt mondták, hogy jó. Tegyük csak el, jöjjön az még. Így van, én is erre gyanakszom, és lássunk csodát, megtalálták a papírt, hogy hát ott egymás után jöttek a sorszámok, meg túlságosan összeragadtak. Lehet, hogy másfél év ott áll a pénz, nem csináltak vele semmit, másfél év alatt összeragadt, nem? És nyilván ez tűnt gyanúsnak. Kimosták ezt a pénzt. Szóval az ember azt mondja, hogy ennyire hülyék, azért ne legyünk. Éppen a Mártival csináltuk az egyik szerda esti gyorsat, amiben a közlekedő tömegnek az egyik főembere
elmondta, amikor megkérdeztem, hogy de hát ugye a Budapest-Győr vasútvonal gyorsépítésére honnan kerül hirtelen annyi anyag, gép, stb. Mert azt mondta, hogy ők azt gondolják, hogy a Budapest-Belgrád vonalról hordják át ezeket. Ez egy feltételezés volt. Akkor még. Igen, akkor még. Most kiderült, hogy így is van. Mészárosék levonultak, mert a gépek és az anyagok nagy részét át kellett küldeni a Budapest-Győr vonal rekonstrukciójára. A kínaiak már korábban közölték, hogy nem tudják az uniós szabványok szerint megcsinálni a biztosító rendszert, kiszálltak, és leállították a finanszírozást, a költségek elszálltak egyébként is, úgyhogy így állunk, és itt állunk. 10 éve. Folyik ez? Hát a kínai, az építkezésben részvevő kínai cégek amúgy is igen különösek. Ahogy egyébként a mészárosféle cégek is, tehát ezeket annak idején a tender kiírása előtt néhány nappal alapították. A kínai vállalatokat is, a mészárosféléket is. Így elképzeltem mészárostól, hogy felébred egy bodus hajnalon, tust ragad a kezében is, papírt, kínai verseket írt kell, és egyszer csak rájön, hogy hát ő tulajdonképpen kínai vasutat akart építeni egész életében. Ez az élete célja. Tehát ezek teljesen világosan láthatóan erre a célra létrehozott vállalkozások, cégek voltak. A tenderhez hozták őket létre, megnyerték. Most a kínaiak azért vonultak le, mert képtelenek azt a vonatbefolyásolási rendszert előállítani, ami Európában kötelező volna. Csak nem ma jöttek rá. Hát csak nem ma jöttek rá, hát egészen biztos, hogy tudták ők ezt az elejét. Nyilván csak azt hitték, hogy elmegy az így is, majd a magyarok elintézik. Így van, a mészárosféle géppark pedig, hát tudni kell, hogy Mészárosnak nagyon sok unikális vasútépítőgépe van, amiből egy vagy kettő van az egész országban, és amik adott célfeladatokra alkalmasak. Hogyha ezt át kellett vinni a győri vonalra, az azt jelenti, hogy a győri vonal olyan állapotban van. Illetve, hogy tudható volt, hogy a Budapest-Belgrád úgy is leáll. Igen, igen, ez meg a másik, hogy nem is érdemes már erőltetni. Ez nagyon durva egyébként, mert ugye Szeged-Szabadka is leállt, a Mészáros onnan is levonult, még valamikor tavasszal közölték, hogy azt hiszem augusztus 20-ától megindul a személyszállítás, ugyanis Vajdaság a Nemzetegyesítés jegyében is el van teljesen vágva Magyarországról. Buszok nem járnak, vonatokat mindegyiket felszámolták, és a határforgalmak pedig olyan sűrűek a határok, hogy 4-5 óra mire átérsz autóval. Tehát ez tényleg egy reménytelen helyzet, és Mészáros ott is egyszerűen fogta magát, és a költségnövekedésekre való hivatkozással azt hiszem, augusztusban levonult a Szeged-Szabadkáról. Most ott megint balhé van, hogyha a Belgrád-Budapesten nem tudnak árut szállítani, akkor valahonnan csak kéne a Balkánról elhozni az árut, még teherautókkal sem nagyon lehetséges, de ezt így nem értem is, hogy ez a győri vasútvonal, ez pedig a Lázár János sajátos kommunikációja és intézkedései közepette, az meg hirtelen egy nagyon gyorsan megoldandó feladattá vált, mert senki nem mert Lázárral szembe menni, tehát aki mert, azt meg onnan kirúgták. De egész egyszerűen ez csak azt jelenti, hogy teljesen rendezetlen az ország infrastruktúrájának, és különösen a közösségi közlekedésnek a kezelése. A pénteki műsoromban egyébként egy csomó ilyen vidéki példát hoztam, hogy Lázár János elmegy a Makói Rádióba, és bejelenti, hogy megépítik a 4 sávos utat Debrecen és Szeged között. Akkor elkezdenek erről írni, akkor újságíró kollégák megkérdeznek mindenkit, és mindenki közül, ők nem tudnak erről semmit, költségvetési sorokban sehol se szerepel, viszont ami szerepel, hogy mit tudom, melyik Tisza hidat ott megépítenék, az drágább lenne, mint a Paksi Dunahíd. Egy kontrollálhatatlan és válasz nem kapó része van ennek a közlekedés fejlesztésnek, ugye Vitézi Dávid erről évekig tudna mesélni. És miközben kiderült, hogy ez a Belgrád-Budapest vasútvonal rekonstrukció milyen nem várt, hát persze várták sokan, nem várt, gondokkal küszködik, és mennyivel többe kerül, ugye az is kiderült, hogy megint 20 milliárdot még ráfordítanak, most talán ez a 20 milliárd arra megy, hogy állni fog az építkezés, nem tudom. A lényeg az, hogy eközben Varga Mihály pénzügyminiszter olyan kínai logisztikai cégek, óriás cégek vezetőivel tárgyalt, akikről azt mondta, hogy hát ezek mindent tudnak, ezek nagyszerűek, ezekkel együtt kell működni, mert ezek olyan tudást hoznak Magyarországra,
és így tovább, tehát folyik ez a kínai közeledés, elsősorban nyilván politikai okokból, meg azért nyilván, hogy megnyugtassák a közvéleményt, és ugyanez a Varga Mihály néhány nappal ezelőtt a közgazdász vándorgyűlésen egy nagyon izgalmas purparléba nyílt háború, tulajdonképpen ez nyílt háborúba keveredett Matócsi Györggyel, a Nemzeti Bank elnökével, és ebből a nyílt háborúból kiderült, hogy a helyzet egészen súlyos, mondta persze már sok közgazdász, sok ellenzéki szakpolitikus, hogy hát a helyzet nem csak a látható adatok miatt tragikus, hogy az első fél évben átlag 23% volt az infláció. Persze ez mindenkinek feltűnt, ezt még az átlagember is tudta, hogy ez háromszorosa az Európai Uniónak, de olyan súlyos helyzet volt, hogy tavaly ősszel már kifejezett fizetési csőt fenyegetett, ezt végül is Varga ismert el. Matolcsi annyira beolvasott a kormánynak, mint talán még soha, hogy itt egy gazdasági tömegszerencsétlenség történt, hogy változatlanul a világ 4-5 legérzékenyebb, pénzügyileg legérzékenyebb és legjobban kitett országa között vagyunk, és hogyha ezt a politikát folytatja a kormány, és 2030-ra erőltetett GDP növekedést akar elérni, akkor ez csak egy újabb inflációs katasztrófához fog vezetni. Úgyhogy Matolcsi ehelyről megüzente, hogy stop, elég volt. Hozzátette még, hogy hát az árstop politikája az is mire volt jó? 3-4%-kal emelte az árakat, nem csökkentette, emelte. Erre aztán Varga visszaválaszolt, hogy kikövette el a nagyobb hibát, mert ez igazán a Nemzeti Bank dolga lett volna, mi megtettük a magunkét. Szóval ilyen nyílt összecsapást a Nemzeti Bank és a pénzügyminisztérium között szerintem ez az ország még nem látott. Nem, hogy az Orbán rendszer, de az ország nem látott, és ez azt mutatja, hogy a helyzet tényleg válságos. Nem omlik össze az ország, meg a gazdaság, de hogy a helyzet válságos, az hétszentség. Nő az éberség, viszont szerencsére. Ugye nemrég egy fideszes képviselő talált egy LMBTQ, ahogy ő mondta, propagandával szennyezett kiadványt, és erről bejelentést tett. Jött egy másik bejelentés egy másik helyről. 18. kerületben egy fideszes képviselő azt követeli, hogy a művelődési házból távolítsák el dr. Máriás egy képét, mert az sérti a vallási és erkölcsi érzéseket. Ennek a műnek, ne, bocsánat. Ne, tehát a címe? Hányítatosan olvas. Mindjárt. Schmidt Szűz Mária és Kisded Ungár Péter a NER templomában. Ezt a művet kell eltávolítani. Hát nehéz idők járnak a 18. kerületi fideszes képviselőkre, az már biztos is. Ugye a két farkóak vesztegetési leleplezése is az a felé volt. Hát azért ekkora botrányt egy festményből nem igazán érdemes csinálni, és én nem tudom, de dr. Máriás képeit korábban félreértésből kifejezetten nerkedvelők és nerrajongók is vásárolták. A miniszterelnök felesége több dr. Máriás képet vett meg, amin a férje szerepel. Hát igen, mondjuk felvásárolta a piacról. Ez a kép egyébként, amit most így kifogásolnak, én aztán nagyon régóta ismerem a Facebookon, és csak azt nem akarta látni, aki nem akarta, akár a képviselő úr gyerekei is, mert mind a két képviselő, az EP képviselő, meg ez a 18. kerületi is arra hivatkozott, hogy a szegény gyerekükkel mi történik. Ezt tényleg nem tudom, ugye ezt az abszurdot, ugye ez is abba a kategóriába tartozik, hogy nem tudnám idegen nyelven elmondani, hogy mi történik itt. Egész egyszerűen nem lehet elmagyarázni azt, leírni, mint egy narratívát. Ő fogja magát a fasas, elmegy ez a klotyóra, aztán becsekkol, és utána elkezdi nézegetni, mi van befóliázva, és mi nincs befóliázva a repülőtéren. Ugyanez a dr. Máriás festményeivel hány és hányfajta kiállítás van mindenütt, feltehetően gondolom, hogy a képzőművészeti műveltsége azért csak nem olyan tágas, hogy ne látott volna valami ilyesmit, de hát az biztos, hogy a Tamásnak igaza van abban, hogy valamivel el kellett terelni a figyelmet arról, hogy egyébként a két farkú kutyapártot meg a
akarták vásárolni, nem is olyan nagy pénzért egyébként, azt hiszem 5 millió forintért, amiről tudjuk, sejtjük, csak ugye a kutyáiknak volt annyi érzők, mármint, hogy tudjuk és sejtjük, hogy ez lehet gyakorlat, azt is tudjuk és sejtjük, hogy nagyon sokan éltek is ezen a módszeren, de hogy ezeknek volt annyi eszük, hogy betegyenek egy magnót a zsebükbe, illetve másnak nem volt ennyi esze, az mindenképpen figyelemre méltó történet. Nem tudom, hogy ennek milyen következményei lesznek, vagy lehetnek úgy egyébként, mert nyilván nem szoktak következményei lenni, de ez mégis egy bűnügy, én azt gondolom. Hát van következménye. Betiltják a Mária kiállítását. Nem, oda sokkal többen mennek el ezek után. De nézzük meg ezeket a blaszfémikus képeket. De van következménye. Hát ez a Lévai nevű önkormányzati képviselő, a Fidesznek az egyébként választókerületi elnöke volt, bejelentette, hogy kilép a Fideszből. Hát ez, és ez egy nagyon komoly lépés, hát Kocsis Máté frakcióvezető ugyancsak a sajtótájékoztatóján, amikor kikért magának minden kérdést, azt mondta, hogy ez egy férfias tett volt. Igen. Az, hogy kilépett a Fideszből, valószínűleg kapott egy telefont, hogy kifelé, ő pedig férfiasan, ahelyett, hogy nemet mondott volna, én végül is csak a Fidesznek akartam jót, én a Fidesznek szerettem volna megszerezni a polgármesterséget, igen, mert én menjek, de hát nem férfiasan távozott, de az önkormányzati képviselőségről eddig tudomásom szerint férfiasan nem mondott le. Úgyhogy... Lehet, hogy ellenzéki lesz belőle. Lehet, hogy átáll a kutyapártba. Ő lesz a kutyapárt helyi képviselő. Na, és akkor talán hozzámegy az 5 millió, nem? Mehetünk, itt az utolsó hír. Ez teljesen más természetű. 12. Pius pápával kapcsolatos. Előkerültek új levelezések. Ugye korábban nagyon sok vita volt 12. Piusszal kapcsolatban, hogy mennyire volt ő zsidómentő, vagy mennyire fordította el a tekintetét attól, hogy zsidókat és másokat gázosítottak el táborokban. Szóval az új levelezésből kiderül, hogy német jezsuiták őt figyelmeztették a háború alatt, hogy mi történik, tehát gyakorlatilag pontos ismeretekkel rendelkezett. A legújabb értékelések szerint mind a kettő jellemző volt rá, a tekintetének az elfordítása is, meg a segítség is. Talán az előző most már nagyobb mértékben, minden esetre a boldog állvatása elakadt. Ennek azért van jelentősége ennek a levélnek, ami most előkerült, és valószínűleg még sok lesz is ilyen, mert ezt a történetet már, mint hogy ő azért nem lépett fel soha rendesen és bátran a náci rendszer ellen. Hogy például soha nem mondta ki a száján azt, hogy zsidó ezt a szót, hanem amikor Hortinak is egy kicsit azért mondta, hogy nem kéne azért ennyi embert deportálni, nem nevezte meg, hogy ez egy genocidium, hanem azt mondta, hogy hát a szegény szerencsétlen emberekre jobban kéne vigyázni, egy valami ehhez hasonló maraságot. De ennek nagy szakirodalma van, de nem volt még egyetlen konkrét bizonyíték sem. Tehát ez az összefüggésekből, diplomáciai jegyzőkönyvekből ki tudták deríteni, de ez egy konkrét papír. És ez azért érdekes még, csak egy mondat, hogy Ferenc pápa tette az lehetővé, hogy kutassák ezt a levéltárat, ami igazán szép igen. dolog. Hát annyit biztosan tudunk, hogy a haláltáborokról nem is egy, hanem több jelentés létezett. Tehát körülbelül legkésőbb 1941-42-re már a világon mindenki, akit érdekelt ez a kérdés, tudta, hogy mi zajlik. Úgyhogy innentől kezdve a pápa boldogsága az nem csoda, hogy elakadt. Még a kivételes államfő Lázár János, vagy a kivételes államférfiú Orbán Viktor, vagyis Horthy Miklós is igen. tudta volna esetleg? Tudnia kell. Ja, hát igen, igen, erről is tudunk egyébként, hogy tudta. Szóval a lényeg az, hogy miközben lassan azért a történelem föltárul, vagy legalábbis egyre több dolgot tudunk meg róla, azért igyekeznek egyre nagyobb vehemenciával ezt a történelmet átírni nálunk. Úgyhogy ez biztos, hogy nehézségekbe fog ütközni, de hogyha elegendő energiát fordítanak rá, elég hangosan kiabálják, akkor valószínűleg Horthy, mint a nagy zsidó mentő fog végül is kijönni az egészből. Nem tudni előre, hogy mit hoz a múlt, ugye? Mi volt tegnap? Nem, mi lesz tegnap, bocsánat. Én is rontottam a saját poénomat. Egyébként azt lehetett látni valamelyik híroldalon, hogy Lázár, ahogy írják, kastélya elért, ez nyilván egy ilyen nagyobb úrilak, elé oda tettek egy kis vagon makettet.
hogy azután a mondata után, hogy egy nagy szabású, vagy hogy mondtam, mit mondott Kortiról? Kivételes államfő, ha nagy hazafi, szóval volt ott minden, igen. Igen, hát ez a zajlik egy ideje ennek a nagyon finoman, de egyre inkább előre törő, hogy a kormányzat milyen szinten képviselteti magát. Ugye Orbán nem szokott Hortiról beszélni nagyon, de most már elkezdtek, hogy tudták ezt, hogy ez nem fog gyorsan menni, de azért ebben is haladnak. És közben a médiában egyre több olyan cikk jelenik meg, amelyik vagy kimondva, vagy csak sugallva, de kimondva is azt írja, hogy nem mondhatunk le az elcsatolt területekről. Akárhány magyar él ott, akármennyire átvették már az utódállamok ott a többséget és az uralmat, soha nem mondhatunk le. Ez egy nagyon megtervezett és életveszélyes játék. Van egy új. Egyébként még a mi hazánk köreiben terjed, de nem csodálkoznék, ha fölbukkan, amely később magasabb szinteken is. Tudnélik az, hogy az ukránok már tudják, hogy elvesztették a keleti területeiket, ezt pontosan annyi mondják, mint Magyarország területe. Úgyhogy Ukrajna itt fogja magát kárpótolni Magyarország elfoglalásával. Vadul hangzik, mi? Na, de a Börzsönyi aranybánya... Tegnap még, hogy vadul hangzik, és nem lesz belőle semmi. És a Börzsönyi aranybánya bevételéből visszavásárolt Kárpátalja, mert ilyen nem lázámok is vannak. Hát ez az ukrán elmélet, ez már ismerős nekünk nagyon hosszú ideje. Tavaly márciusban kezdték el terjeszteni. Ez is az eszőjel egyik hazugsággyárában készült. Ugyanúgy, mint az, hogy Lengyelország fel fogja osztani Ukrajnát és a hasonló borongombák. És a Donkanyart a Dunakanyarra cseréljük. Igen. Kanyar. Hát ezekkel a szép kilátásokkal köszönöm meg valamennyi ötöknek, hogy itt voltatok. Szele Tamásnak, Józsa Mártának, Bolgár Györgynek.